Az előadás szövegkönyve Domonkos István a Kitömött madár című regényén alapszik. Nem a kitömött madarat dolgoztuk fel, hanem belesétálnak a terünkbe olyan karakterek is, amelyeket a Via Italia című kis regényből vettünk kölcsön, mint a Momcsiló, a szerb rendőr, illetve a Deda karaktere. Ezen kívül vannak saját magunk által kitalált figurák, például az emigráns fiú, aki pedig a kormányeltörésben szövegével kommunikál velünk, és még novellákból is kerültek bele részletek, illetve a Majdnem vers című költeményből. Tehát ezekből és színészek által írt szövegekből, improvizációkból állt össze maga az alapanyag. Igen, ezt valójában a pandémia alatt készítettük el a Kosztolányi Dezső Színházban, a Kosztolányi Dezső Színház színészeivel. Úgyhogy hát majd 2 hónapon keresztül online próbáltunk, aztán amikor egy kicsit ugye megengedték nekünk, hogy élőben is találkozzunk, akkor aztán már elkezdtük a élesben a próbákat, és nem sok előadást ért meg. Így most úgy döntöttünk közösen, Mészáros Gábor igazgató úr és Dévai Zoltán igazgató úr közös megegyezése az lett, hogy áthoztuk ezt az előadást ide Zentára. Nyilván így a saját társulatunkra osztottuk a szerepeket, leszámítva azt a 3 embert, aki most is vendégként van jelen. Érdekes volt látni azt, hogy hogyan napról napra, hogy hogyan ismerkednek meg a zentai kollégák ezzel az anyaggal, és hogy hogyan szippantja őket be ez a világ. Mert azt hiszem, hogy egy ritka jó hangulatú próba folyamat volt ez a zentai felújítás, és azt hiszem, hogy tényleg egy olyan előadásról és olyan karakterről van szó, amikben lehet úgy lubickolni, és megengedni magunknak azt a vajdaságiasságot a színpadon, amit egyébként meg soha nem művelünk. Akár gondolok itt a középzárt elknek a használatára, hogyan ivódnak be szervjövőjén szavak a mi közbeszédünkbe, és ezeket mind ugye picit felerősítve meg tudjuk mutatni a színpadon, és ez számomra, és azt látom, hogy a többiek számára is egy borzasztóan jó és felszabadító érzés, hogy egyszerűen úgy oda lehet tenni az embernek a genitáliáit, ugye nagyon finoman fogalmazzak, oda, és ez ugye, és a szívet is, a lelket egyaránt. Én nagyon örültem, amikor megkaptam ezt a lehetőséget, mert hát szerintem ez egy nagyon nagy dolog, meg hát az volt a szép ebben, hogy ugye ezek egy beugró próbák voltak, de sosem voltunk úgy kezelve, akik beugró emberek, hanem ugyanúgy dolgoztak velünk, mint hogyha ez új lenne, meg hogyha, mint hogyha ez most születne, meg most találnánk ki. És szerintem az én részemről szerintem teljesen más is lett, ami szerintem nem annyira szörnyű, de hogy az volt a szép ebben, hogy még jobban felnyitotta bennem azokat a dolgokat, amiket így nem is gondoltam volna, és Mezei Kingával szerintem nagyon jókat dolgoztunk, és én nagyon élveztem ezt a próba folyamatot, kár, hogy nem volt hosszabb egy kicsit. Nem menjünk haza! Fogni kapva, emelni életszínvonal, kapni gerincből körbevonal! Lenni emigráns! Az előadás nagyon a vajdasági létérzést boncolgatja, az elmenni, itt maradni kérdésköre jelenik meg bennem elég erőteljesen. Ugye a tengerparton játszódik, szezonzenészeket látunk, akik a tengerparton vendégmunkásként muzsikálnak különböző bárokban, és hát rajtuk keresztül és a többi karakteren keresztül ismerjük meg valójában saját magunkat a színpadon. Tehát olyan karakterekkel találkozhatunk, akik minden nap szembe jöhetnek velünk az utcán, ismerjük őket, szeretjük őket, vagy nem szeretjük őket, de mindenféleképpen az életünk részei ezek a karakterek, akik besétálnak most itt a színpadra. 1, 2, 3, 4. Látod ezt a csaj? Imádom a jugó nosztalgiát, romantikusan imádom, mert én azt nem éltem még akkor, amikor megszületett a nosztalgiának a gyökere. A szüleim viszont igen, a nagyszüleim főleg.
Tehát még azt is el tudom képzelni, hogy a nagyszüleim pont ebben az időben, amikor ez a képzelt történet ugyan, de a mi történetünk játszódik, ők akkor akár ott is lehettek a szomszéd városkában. Tehát ez mindenképpen hat rám az előadás közben is. Az meg különösen, hogy a vajdasági ság, ugye éneklünk egy vajdasági, dehogy vajdasági, egy magyar nótát, az A kanyargó Tisza partján címűt, amihez az én családomnak erős kötődése van, hiszen tiszamentiek vagyunk, és ha jól sejtem, akkor a Megboldogult nagyapám egyik kedvenc nótája volt, úgyhogy mozdulnak meg dolgok igazából a színpadon bennem. Oda vágyik egyre vissza az én lelkem, pásztor sírtól hangosod az átalák hajtenül róla. Égesebb ott a madárnak, kégebb az ég, megmondom őszintén, nekem eddig nem fordult meg a fejemben az, hogy én elmenjek. De vannak nagyon-nagyon közeli emberek, akik meg elmentek. Akár az édestestvéremről beszélek. És hát igen, ez az előadás olyan témákat pendít meg, amik azt hiszem, hogy különösen a mai világban, amikor annyian, de annyian hagyják el ezt az országot, nagyon is aktuális. És itt kapcsolódik a történetbe az én karakterem, ugye ez a skatúja, aki viszont egy abszolút skizofrén állapotban van. Ez az elmenni és nem elmenni között. Ő itt van most lent a tengerparton, muzsikál, jól érzi magát, pénzt keres, ugye a megélhetését próbálja megteremteni, és közben látja azt, hogy a világ tudna jól is funkcionálni, tud jobban funkcionálni, de az, amit elveszít, az tulajdonképpen a gyökerei, és azok az emberi kapcsolatok, amik hazahúzzák. És ez a kettő életérzés között őrlődik folyamatosan, és itt kapcsolódik azt hiszem, hogy a darabnak a címéhez is ez a karakter, hogy szedjetek szét, hogy most én hova tartozzak, mit csináljak én az életben, hogy kéne ezt az életet élni, hol találom meg a használati utasítást hozzá, hogy ez tudjon működni. Létezik-e egyáltalán arany középút, vagy nem? És szóval nem tudom, tehát nagyon közel áll hozzám ez az előadás a lelkemhez. Mondom annak ellenére, hogy nekem soha nem fordult meg a fejemben azt, hogy elmenjek innen. Mindenki ott él, ahol szeretne, vagy ahol tud. És azt is gondolom, hogy pontosan ugyanannyi bátorság kell ahhoz, hogy valaki elmenjen, mint ahhoz, hogy valaki itt maradjon. És a mi darabunkban a legtalálóbb mondat, hogy hol vagyunk mi otthon, hát ott vagyunk otthon. Hát én nem megyek haza az idén. Félek. Félek, de szön, kényelem. Pornográf képek, műanyag csaj, lábmelegítő, mesztelen, német, csúcstartó, háromdimenziós képek. Köszönöm.